November elején már a város több pontján elkezdték felszerelni az idei adventi fényeket, annak érdekében, hogy a ledek a karácsonyt megelőző 4 hétben is a korábbi évekhez hasonlóan ragyoghassanak, tett felajánlást a városnak a Roneco Kft. 1 millió forinttal támogatják a város idei adventi kivilágítását. Akkor, amikor nehéz időszak van, és a város gyakorlatilag egy picit pénzügyi gondokkal is küzdhet, azáltal, hogy megemelkedtek a költségei. Mindenhol gyakorlatilag ugye bejelentette már a közgyűlés a spórolást, és úgy gondoltunk, hogy gyakorlatilag az adventi vásár az ne szenvedjen ebbe hiányt. Tehát alapvetően ezért döntött ugye a cég vezetése, hogy 1 millió forinttal hozzájárulunk ennek a karácsonyi fényeknek, adventi vásárnak a villanyszámlájához. Ez a villanyszámla nagyságrendileg 1,2 millió forintot kóstál majd az adventi időszakra, a díszkivilágítás összköltsége pedig 2,5 millió forint lesz január elejéig. A felajánlás ez egy nagyon jelentős támogatás, és fontos része és eleme annak, hogy azt a döntést tudtuk meghozni, hogy idén is lesz rendes adventi díszkivilágítás Székesfehérváron. Kicsit szűkebb programokkal, kicsit szűkebb helyen, viszont egy teljes karácsonyi vásárral együtt tudjuk azt a közösségi hangulatot megteremteni Székesfehérváron, ami egyébként megszokott ebben az adventi időszakban. A vásárra már nagy valószínűséggel az ott áruló kereskedők is készülnek, hiszen az ide kihelyezett bódék licit tárgyalása is lezárult mostanra. Mint azt Bozai Istvántól megtudtuk, az árusok és vendéglátósok számát tekintve nem lesz változás a korábbi évekhez képest. Nagy öröm és nagy köszönet a fehérvári kereskedőknek, vendéglátósoknak, hogy az eddigi éveknek megfelelően, tehát ugyanannyi kereskedő, ugyanannyi vendéglátós fog részt venni az idei adventi vásáron. Tavaly, vagy a múlt héten lezárult a licit tárgyalás, úgyhogy gyakorlatilag ugyanazzal a létszámmal, ugyanazon faház mennyiségekkel tudjuk megtartani a karácsonyi vásárt, az adventi vásárt, tehát az előző éveknek megfelelően, az előző években megszokott színvonalon és méretben tudjuk az adventi vásárt megrendezni. Mint a szerdai tájékoztatón kiderült, a város karácsonyfája november 21-én érkezik majd a belvárosba, az ezt követő első adventi hétvégén pedig ünnepélyes keretek közt kapcsolják fel a fényeket, melyek egy korábbi közülési döntés értelmében vízkeresztig világítanak majd a belvárosban.